Beyblade. Az előző rész tartalmából Kiyoya edzeni próbál a visszavágóra Jingával, bár nagy fájdalmai vannak, de Jinga is ugyanúgy kínzó fájdalommal küzd az edzései alatt. Lesz, ami lesz alapon, mégis belevágnak a negyedik meccsbe a társaikkal Nájjal és Masamunéval, ahol eldől, kinyeri meg a harmadik fordulót. Hamar világossá válik, hogy sem Jinga, sem Kiyoya nem 100%-os, ám a harc így is ádáz, amíg Masamune be nem látja, hogy segítséget kell kérnie Jingától, ha le akarja győzni Nájt. Jinga Pegasusa megtolja Masamune Strikerét, hogy együtt elég erősek legyenek. Kiyoya az útjukat állja Leon spéci fogásával, az oroszlán király szakító lökéssel, de Nai segítsége nélkül nem megy sokra. Nai is beveti a maga spéci fogását, de Leon végzetes sérülést szenved, amely hatalmas robbanásban teljesedik ki. Amikor elosztik a füst, Leon, Pegasus és Horuseus mozdulatlan, egyedül Striker pörög még. A győztes tehát a Gengen Galaxy, és így már biztosan bekerültek a bajnokság döntőjébe. Kiyoya emelt fővel távozik, de megesküszik, hogy még visszatér. A lappangó sötétség. Gratulálok, hogy bejutottatok az A-blokk döntőjébe, barátaim. Igen, gratulálunk. Nagyon állat meccseket dobtatok. Még minket is tökre felpörgettek. Hát köszönjük, srácok. Nem mondhatnánk, hogy megkönnyítették a dolgunkat. Na igen. Ez a Kiyoya gyerek minden áron Jingát akarja. Másra már szinte nem is tud gondolni. Tényleg? Mi lett a White Fang csapat sorsa? Dunsztom sincs. Kérlek, várj, Kiyoya uram! Bárhová visz az utad, veled tartok! Csak abban vagyok biztos, hogy Kiyoya tovább fog gyakorolni, és egyszer majd újra visszatér, hogy kihívjon. Ami azt illeti, nekem is fel kell készülnöm majd arra a napra. De legközelebb már a Beyblade világbajnokaként állok ki Kiyoyával. Ha, erre ne fogadj! Ha? Igen, mi leszünk a Beyblade világbajnokai, a Venkyuuzhong csapat! Legyőzünk Jinga! Illetve a Gengen Galaxy-t akarjuk legyőzni, úgyhogy még ne írjatok le bennünket! De most legalább esélyetek is lesz rá, hogy megnyertétek a vesztesek viadalát. Azért az sem semmi, hogy a rejtett kártyaként sikerült visszatérnetek. A nyakatokon van a középdöntő, nem igaz? Az Excaliburral játszotok? Az EU csapatával? Vigyázzatok, azok a tagok nem viccelnek. Nem sok esélyetek van. Ha? Ne ilyen őszintén! Nem történt semmi. Tudjuk, hogy az Excalibur nem akármilyen csapat. Nehéz küzdelem lesz. De megígértük nektek, hogy a VB döntőben találkozunk. És legyőzünk. Kapis, szóval nem veszítünk ellenük. Elnadrágoljuk őket, aztán a döntőben revanset veszünk rajtatok, Gengen Galaxy. Az revans, nem revans. Felteszem, azt akartad mondani, igaz? Igen, igen, revansot akartam. Mindegy, ettől még igazad van. A döntőben találkozunk. Vettük. Bocsi, hogy nem lehetünk ott és szurkolhatunk, értetek, de itt tartanak. Majd olyan hangosan kiabálunk innen, hogy még Franciaországban is hallják. Kösz a biztatás, srácok! Majd a döntőben koccanunk! Jó, csak legyetek ott! A döntőben! Ha Tsubasa felépül addig, akkor nem lesz semmi gáz. Tsubasa! Rendesen megijedtünk. Micsoda mázli, hogy felébredtél. Azt sem tudtuk, hogy mit várjunk tőled. Ami sokkal fontosabb, hogy sikerült legyőznötök a White Fanget, nem? De! És az én dicsőségem az egész. Hé! Hey! Csak szivatlak. Jó és Tsubasa a király, mert tőlük kaptuk az esélyt visszatérni. Szégyellem magam, hogy nem lehettem ott egy ilyen klassz mérkőzésen. Ugyan, rá se ránts. Te csak pihent ki magad, és töltődj fel a döntő előtt. Azért jól vagy, nem igaz? Ha?
Igen. Teljes létszámban megyünk a döntőre. Ja, úgy legyen. Tudjuk már, hogy kik lesznek ott az ellenfeleink? Nem, még nem. De reméljük, hogy a kínai spanyaink. Kicsi az esélyre, az Excalibur miatt. Ha? Már megint kezded? Reálisan nézem a dolgot. Lehetetlen alak vagy, jó. Ha? Mi a hézag? Hey, hová nézel? Itt vagyok jobbra. Úgy gondolod, hogy csak úgy elmehetsz a döntőre a többiekkel, Tsubasa? Mi történt? Hé, hey, Tsubasa! Behívok egy orvost. A szívem olyan, mintha meggyulladt volna. Tsubasa! Kigyordás! Tsubasa! Tsubasa! Az vagy, amit látsz. Jobb, ha elfogadod és velem jössz. Nem, nem megyek! Add át magad nekem! Ha megteszed, egy csapásra jobban leszel majd. Hallgass! Hallgass! Tsubasa! Tsubasa! Térj már észre! Szedd össze magad! Győzni! Győzni! Győzni fogok! Ó, a fenébe. Nem hiszem el, hogy ez történik. Esemény van, igazgató. Ha? Tsubasa! Ha? Szia, apa! Igazgató úr! Muszáj beszélnünk egymással, és ez most nem várhat. Először is ezt meg kell néznetek. Csak azt ne! Ez Jingi és Ryuga harca a Battle Bladers döntőjében. Sötét pillanat volt. Ryugát irányítása alá vonta az Eldragóban lévő gonosz erő. Ez pedig Tsubasa mérkőzésén készült. Ne állj az utamba! Tsubasa! És legvégül vessétek össze a kettőt. Szentségeség! De durva! Tök egyformák! Mégis mit jelent ez? Mondd, apa! Úgy gondolod, hogy Tsubasában is? A sötét erő. Alig, ha nem Tsubasában él tovább. Nem csak Jinga küzdött meg Ryugával a Battle Bladers viadalon. Tisztán emlékszem rá. A Battle Bladers negyed döntőjének negyedik mérkőzése. Egyik oldalon égő nagymestere Tsubasa, a másikon a pusztítás Eldragó császára, Ryuga! Égő! Fémes szárzúzás! Végre! Tsubasa spéci fogása lesújt az ellenfelére, hogy egyszer s mindenkorra lezárja a harcot! Ettől nem csorbul a sárkány császár lebegő maró csapása! Sárkány császár lebegő maró csapás! Ja, hígül! Vége van! Meg gondolatlan és botor dolog volt azt hinned, hogy kihívhatsz párbajra! Köszönj szépen a borzalmak vermének! És abban a pillanatban Tsubasát megfertőzte Eldragó sötét ereje. Tsubasa! Ah!
Edragu ereje, tiszta, libabőrös leszek tőle. Nincs semmi baj. Kérlek, ne aggódj, Hikaru. Igyekszem. Gondolom, mind tudjátok, hogy igencsak tartanunk kell Eldragó sötét erejétől. És akit megfertőz ez az energia, ahogy Tsubasát, az minden bizonnyal utat fog engedni ennek a gonosz erőnek. Ezek után... ki kell vennem Tsubasát a csapatból? De ez nem fair! Tsubasa testében a sötét erő egyre csak nő és terjeszkedik. Ahogy most állunk, sejtelnünk sem lehet, hogy mikor veszi át az irányítást, és sodorja veszélybe a környezetében lévőket. De ő is ugyanúgy harcolt velünk idáig. Nem dobhatott ki őt, apa. Kérem, hadd maradjon velünk a legvégéig. Igazuk van, uram. Nem hagyhatjuk, hogy így végezze be a csapat. Ha mondom, hogy túl veszélyes. Igazgató. Figyelj rám, Yu. Te veszed át Tsubasa helyét, mint állandó tag. Azon nyomban. Yu? Nem veszem át. Ha? De Yu! Ne dobja ki Tsubasát, uram. Nagyon szeretnék állandó tag lenni, de nem ilyen áron. Engednie kell, hogy velünk tartson. Nem lehet. Könyörgök. Nem tehetem. De megteheti. Kérlek, hagyd abba. Aj, jó, értem. Ez esetben kilépek a csapatból. Yu! Te meg miről beszélsz? Miről? Arról, hogy Tsubasa kirúgása után nem akarok két olyan neandervölgyivel maradni, mint Jingi és Masamune. Ki a neandervölgyi? Tök mindegy, én is kiszállok. Soha, soha, nincs üzlet! Ne próbálj megállítani! Yu! Apa, kérlek, hallgass meg! Gondold át újra a döntést! Kérjük, ne tegye ezt! Csak úgy elnézi Yu kiszállását is! Olyan sokat jelent nekünk! Igazgató! Egy csapat vagytok. Szorosan összefűz benneteket a Blader szellemetek, igaz? Igen, ez az igazság! Rendben van. Akkor felhasználjuk a szövetség összes erőforrását, hogy megoldást találjunk. Király apa! Ugyanakkor a megoldás nem fogja csak úgy adni magát. Elvégre mit sem tudunk erről a sötét erőről. Igen, az a sötét erő... Rájuga! Ha Tsubasa az Eldragóval vívott harcban fertőződött meg, akkor kerítsük elő Rájugát, hogy megvizsgálhassuk Eldragót. Vizsgáljuk meg Eldragót? Ebben van valami. Bonjour, kedves rajongók! Hamarosan kezdődik a Beyblade VB harmadik fordulója! A győztes jutalma a továbbjutás és a jog, hogy szembenézzen a japán csapattal, a Gengen Galaxyvel, és eldöntsék, ki a csoport első. Ám előtte még lássuk a ma megküzdő és döntős helyre áhítozó két csapatot. Elsőnek Kína képviseletében a Wenqiu Zhong csapatot, akik bár kikaptak a japánoktól, de sziklaszilárd elszántsággal végigjárták a vesztesek viadalát, és megnyerték a rejtett kártya címet. Kína 4000 éves múltjával jobb nem kockázni. A vezér Dashan, Chiyun, Meimei és Chaoshin. Most pedig a házigazdák, az Európai Unió képviselői, az Excalibur csapat. A vezérük a Beyblade császára, Julian Cousin, két társa Vels és Sophie. Na és persze a tartalékta Klaus, aki szintén harcolni fog a második párbajban. Akkor hát figyelmes házigazdákhoz méltón az első meccsen páros küzdelmet fogunk látni Sophie-val és Velszel. Kérdezzük hát a kínai csapatot, hogy kik állnak ki a bámulatos bánlapárosunkkal. Chaoshin és Meimei, ez a tibulitok. Állat? Bízhatsz bennünk. A kis Meimei végre harcolhat a VB-n. Ez Döfi, már is tűzbe jöttem. Ha? Aztán vigyázz odakint, mert még megégetlek. Ez a beszéd, Meimei, kapjuk el őket. A Wenqiu Zhong csapat tagjai... Chaoshin és Meimei, Szelavi! Grand Cetus! Bármilyen támadást visszavernek vagy abszorbálnak. Ezek ketten Julian Concern, két drága köve. Erősek, igaz? Mint mi. Ha csapatként harcolunk, akkor nem veszíthetünk. Komoly kijelentés egy ilyen nem törődöm sráctól, mint te. De igazad van, egyetértek veled. Király!
És nyerni fogunk. Különben nem jutunk el a fináléig, ahol megleckésztethetjük dzsingáikat, ugye? Kapjuk szét őket, Chaosin! Hadd szóljon! Akkor hát, Sophie, kezdődik a diadalmenetünk. Igen. Ami alatt trónra jutatjuk Julient. Rendben van, visszaszámolok! 3, 2, 1! Hasíts be! És elsütötték a nagy derbi startpisztolyát, mes amis! Très bien! Gyerünk, kaszáld el, akvárium! Mi az? Szétválás! Bekerítés! Mi is szétválunk most, Sophie! Körmanőver a peremen! Mi volt ez? Felszálltak a levegőbe! A mindenit, ez aztán az összhang! Bekerítés még egyszer! Ügyesek akár a zsonglőrök, nem is, akár az akrobaták, mondjő! Cetus! Mei-mei és Chaosin kombója, egy pillanatnyi nyugtat sem, hogy Sophie-nak és Velsznek. 4000 évedzést nem marad el hatások nélkül. Aquario! Szálló tűzmadár! Virgo! Kék sárkány kardvihara! Verjétek vissza őket! Örvényt nekik! A két Cetus kivédte a kínaiak rohamát. Julien két égköve megmutatja, hogy nem Hetzből kapta jól csengő nevét. Ez kemény! Úgy vétekeznek, ahogy előre sejtettük. Chaosin, támadjunk kombóban! Igen is, aranyom! Akkor enyém a nyitás! Aquario! Újabb kombinált roham! Spécifogás! Aquario, Kína 4000 éves árhulláma! A két Cetus megbillen! Most megcsíptünk! Spécifogás! Virgo, bal jobb villámkész támadás! Chaosin Virgója alaposan megpofozza a Cetus párost! Ha ez így folytatódik, akkor nagy bajban lesznek! Jól néz ki! Szerintem is! Már a zsebünkben van a győzelem! Ha? Julien nagyon közönyösen ül. Gyerünk még egyszer, és kész is vagyunk! Adj neki! Árhullám! Bal jobb, villámkész támadás! A kínai páros ismét megpróbálja a már bevált taktikát. Lehet, hogy Sophie és Wes most veszít? Egy frászt! Csak nem akartuk, hogy a közönség semmit se lásson, mert túl hamar vége lett a harcnak. De a játék átment unalmasba! Fejezzétek be a hülyéskedést! Wes! Sophie! Gyerünk, Cetus! A ti vizetek olyan a miénkhez képest, mint kis pocsaja a tengerhez képest! Gyerünk, White Cetus! Elmosták a hullámunkat! Hű a minden, itt ez gáz! Áld a sarat, Virgo! Emelkedj az égig, Blue Cetus! Spécifogás! Cetus, óriás flotta! Most én, spécifogás! Cetus, óriás győzelem! Egyesített spécifogás! Cetus, óriás özönvíz! Aquario! Virgo, ne! A mi özönvízünk elől. Nincs, aki el tudna bújni. Úgy látom, győztest hirdethetünk! Veszítettünk! Trebien! Az első párbaj nyertesei! Wes és Sophie az Excalibur csapatból! Amíg mi itt vagyunk, senki sem állhat! Julien útjába a trónig! Ezt elbuktok! De még nincs vége! A következőt megnyerjük! Jinga és a csapata ránk vár! Én meg számítok rá, Chiyun! Bízhatsz bennem! Én, Chiyun, biztosan győzök! Ha te mondod! Ha?
kíméld meg magad a megaláztatástól. Az Excalibur győzelme már biztosítva van. A kocka el van vetve, fiúk. Úgy veszem észre, hogy nem szenvedünk hiányt izgalomban. Főleg azután nem, hogy közeleg Klaus, és még inkább ad majd az érzéseknek.